A legnagyobb árbevételt elérő cégek százas listája idén is elkészült, a Győr-Moson-Sopron vármegyei kereskedelmi és iparkamarában mutatták be a legfrissebb top 100 kiadványt, amely a NAV Győr-Moson-Sopron megyei adó- és vámigazgatóságának adatai alapján állt össze. A tavalyi évben olyan új jelenségek is megtapasztalatok voltak a gazdaságban, amikre az elmúlt időszakban nem nagyon kellett foglalkozni. Ebből a lakosság is több mindent érezhetett, például az infláció és az áremelkedés, azon kívül a forint árfolyam ingadozása, ami ahogy a lakosságnak, ugyanúgy a gazdálkodóknak, sőt talán a gazdálkodóknak napi szinten kihívás jelent. A munkaerőpiaci helyzet az változatlanul egy kifeszített piacot jelent, sőt most már egyre több külföldi munkavállaló dolgozik itt a megyében is. Az orosz-ukrán háború hatásai jelentkeznek, hol kisebb, hol jelentősebb mértékben. A vállalkozásoknak gyorsan kellett reagálniuk a váratlan helyzetekre, ami a cégek többségének sikerült, bár voltak belső átrendeződések a vállalatoknál, nagy fordulatokat és változást nem hozott a top 100-as lista. A számadatok azt mutatják, hogy a top 100 vállalkozások sikerrel vették a tavalyi évet, nőtt az árbevételük, inflációt meghaladóan. Az első 100 vállalkozás közel 6500 milliárd forintnyi árbevétellel rendelkezett itt a Vármegyébe. Ahhoz, hogy a 100-as listára fölkerüljön valaki, 9,7 milliárd forintnyi árbevételt kellett elérni. A foglalkoztatás az gyakorlatilag szinten volt, ezen vállalkozói körbe szinte szám pontosan ugyanannyian dolgoztak, mint a korábbi évben. Belső átrendeződések voltak, volt néhány cég, ahol csökkent volt, ahol növekedett a foglalkoztatottaknak a száma. Ahhoz, hogy valaki az 50-es listára fölkerüljön, 284 dolgozót kellett legalább foglalkoztatni. Győr-Moson-Sopron vármegye gazdasága tehát továbbra is jól teljesít, ugyanakkor oda kell figyelni a változásokra. Erre figyelmeztetett Pintér Péntek Imre. Hogyha valaki mi megyénket nézi távolról, akkor még mindig mi vagyunk az ország egyik irigyelt megyei gazdasági szempontból. Ha közelről nézzük ezeket a folyamatokat, akkor látjuk, hogy az a fejlődésem az elmúlt 10-15 évünket jellemezte, az megállt. És egy megálló fejlődés az soha nem jön, mert tudjuk, hogy utána mi szokott következni. Most van itt az ideje annak, hogy Győr-Moson-Sopron megy összedugja a fejét, és beszéljünk arról, hogy na, hogy lépünk tovább. Melyek azok, amik a versenyképességünk szempontjából kötelező lépések, és miket kell ahhoz kitalálnunk, hogy ez az él megye a gazdaság szempontjából tovább is az élen maradjon. Egyfajta számadást kell készíteni, és felmérni a vármegyei cégek helyzetét, lehetőségeit, emelte ki az elnök. Nekünk itt most a legnagyobb zárszámadás szerintünk, a megyegazdasága szerint az infrastruktúrába kell megvizsgálnunk. Infrastruktúrának van a közlekedési része, az úthálózatunk, a vasúti hálózatunk, a vízhálózatunk, a repterünk, van az a része, hogy víz, villany, hogy informatika, és ez mind áttekintésre szorul, és amikor közelebb jövünk, akkor látszódik, hogy micsoda óriási fejlesztésekre van szükségünk, amit a megyegazdasága önmagától nem tud megtenni. Ez mindenképpen ehhez állami és európai unió segítségre van szükségünk, hogy olyan infrastruktúra alakuljon ki, vagy alakítsunk ki, vagy fejlesztünk tovább, ami a következő minőségi lépcsőnek az alapját képezheti. Pintér Péntek Imre azt is hozzátette, a kamara mindent megtesz azért, hogy 2024-ben is összefogja és segítse a térség vállalkozásait.